Valószínűleg kevesen vannak még, akik nem hallottak Szing Viki látványos fogyásáról, csodás átalakulásáról, mert hogy rengeteget fogytál, és méretben, ruhaméretben, meg centiméterben is igazán látványos mindez. Két ruhaméret, az a naci jött rám, ami még annó a 20-as éveim elején. Évek óta küzdöttél azzal, hogy szerettél volna kicsit slankabb lenni. Nagyon nehezen ment Vikinek, most hogy csináltad? Igen, az elmúlt 4-5 évben nagyon rám jött alattomosan egy jó pár kiló. Most pedig édesapám hozott nekem a legutóbbi indiai látogatása során. Két indiai gyógynövény speciális kombinációjáról van szó, silahit és karaluma ez a nevük, és nagyon erősítik egymás hatását. Étvágy csökkentő, de közben fel is pörget. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy borzasztóan éhes lennék, viszont nem voltam enervált se. És nyilván én azért egy színpadi ember vagyok. Folyamatosan jövök, megyek, rohangálok, nem engedhetem meg magamnak, hogy esetleg elájuljak, vagy bármi. Mellette sportoltál, vagy próbáltál valamilyen fizikai aktivitást is az életedbe vinni? Igen, az utóbbi időben nagyon-nagyon kevés időm maradt arra, hogy sportoljak. Egy olyan megoldást kellett nyilván találni, ami drasztikusan tud segíteni akkor is, hogyha nem mozgok minden nap, mint ahogy azelőtt tettem, de majd ígérem, hogy fogok én még edzeni rendesen. Most vállaltál egy olyan fehér nemű fotózást, amit eddig még soha. Meg soha. Egyébként is kell hozzá önbizalom. Bizony, vannak reális dolgok, van az irracionális, nem szeretem magam, és a racionális nem szeretem magam. Fel kell ismerni, hogy magadhoz képest mi az, amin még tudsz változtatni, és azon változtass is. És én ezt tettem meg, és ezért vagyok most rettenetesen büszke magamra, hogy ezt megtettem, és most, amit látok a tükörben, ez már eléggé közelít ahhoz, amit már tudok is szeretni.